Jó estét kívánok, köszöntöm az Esti Mérleg nézőit. Különféle programokkal várják a gyerkőcöket Pákozdon. A Katonai Emlékparkban a hét folyamán bárki apróddá válhat. Katonadalok, különféle játékos programok során ismerkedhetnek meg a gyerkőcök a katonai élet minden fontos mozzanatával. Játékfegyverek, ágyú és különféle ügyességi feladatok várták a kicsiket az aprót képző első napján. Bál Benedek rögtön megtalálta a kedvenceit. Puska, karlek, huszársapka. Az őszi szünetben is gazdag programkínálattal várja a gyerekeket a Pákozdi Katonai Emlékpark. A hét minden napján lesz játék, melynek célja a honvédelmi nevelés, a magyar hadtörténet megismertetése. Fiatalok nevelése nem csak a tan időszakban, hanem a szünetekben is ugyanúgy kötelességünk, és mint a tanév időszak alatt is nagyon sok programot is ajánlunk iskolai csoportoknak, gyerekcsoportoknak, ugyanúgy a szünidőkben is. Már szerencsére a nyári szünidőben is sokan látogattak el hozzánk szervezetszerű gyermektáborok, és reméljük, hogy most az őszi szünetben pedig a családok, a nagyszülők, a szülők fogják elhozni a gyerekeket, esetleg gyerekcsoportokat ide a Katonai Emlékparkba. Hogy mivel várjuk őket? Hát a magyar hadtörténelemmel. És jelenítjük meg ezt nekik élményszerű játékos formába, tesszük úgy, hogy a gyereknek kézzelfogható legyen, érdekes, izgalmas, egyéni készségeket fejleszen, ismereteket bővítsen, és képességeket erősítsen benne, és például együttműködési készséget is kell, hogy néhány játék fejleszen a gyerekekben. Úgy szeretnénk, hogy élményszerű formában találkozzon a hadtörténelemmel, ismerje meg azt, és szeresse meg azt. Miért tartják ezt fontosnak? Úgy gondolom, hogy a fiatalok hazafias honvédelmi nevelésének egyik alapja, hogy a hadtörténelmet ismerje és szeresse, büszkének kell lenni a magyar nemzet hadtörténelmére. Még akkor is, hogyha vannak benne keserű időszakok, fájdalmas időszakok, de a katonák akkor is legjobb tudásuk szerint tisztességgel helytálltak. Az, hogy a körülmények rosszul alakultak, ez nem minden esetben a katonák, sőt, általában nem a katonák hozzáállásán múlott. És vannak a történelmnek nagyon szép időszaka, és hiszük, hogy a napjaink is egy nagyon szép időszak a hadsereg életében. Mi szeretnénk azt, hogyha ők megismernék ezt az időszakot, és ezáltal gazdagabbá és jobb magyar emberré válnának. A gazdagságot lelki értelemben gondolom elsősorban. Egész héten különféle programok várják majd itt a kicsiket, ahogy említette, és élményszerű tanulással, különféle foglalkozásokkal, konkrétumokat ki tudnánk emelni. Amíg az időjárás lehetővé teszi, szeretnénk kint maradni a szabadban, vagy legalábbis a programjaink egy részét kint a szabadban, játékos, mozgásos formában. Abban az esetben, hogyha igazuk lesz a meteorológusoknak és romlik az időjárás, akkor sem fogunk megijedni, akkor is nagy szeretettel várunk mindenkit, hiszen a zárt részeken repülőgép szimulátor, lézer, fegyver, céllövés, kézműves foglalkozások, hadtörténelmi alapú kézműves foglalkozások, vetélkedők, előadások, kivetítéses vetélkedők várják a kisebb-nagyobbakat. Hány éves korosztálynak szólnak ezek a foglalkozások? Nem szeretném előni a poént a nagy társasjátékokról, hogy 9 hónapos kortól 99 éves korig, de igen, mindenkit szeretettel várunk, hiszen ha majd jön egy gyermek, jönnek vele a nagyobb testvérek, szomszéd gyerek, elmesélik, hogy itt jártak, még többen jöhetnek, jön a nagypapa, nagymama, hozza magával az unokát, vagy az unoka akar jönni, és hozza magával a nagypapát, nagymamát. Mindenkit szeretettel várunk. Ugye a parkol elmondhatjuk, hogy egy nagyon különleges helyszínen fekszik, és nagyon sok mindennel lehet találkozni itt. Mik ezek tulajdonképpen? Mivel ismerkedhetnek meg azok, akik ellátogatnak a Pákozdi Katonai Emlékparkba? Itt Pákozdon a Mészekhegy tetején 1951-ben épült fel az obeliszk, ami egy meghatározó szimbóluma az 1848. szeptember 29-i Pákos-Sukori csatának, és ezt az obeliszket épülte körbe a Katonai Emlékpark, és nem csak fizikai értelemben, hanem szellemi értelemben is. 1848 őszétől napjainkig jelenik meg itt a magyar nemzet hadtörténelme. Jelenik meg ez négy nagy külön történelmi blokkban. Az első az 1848-49 időszaka, a múzeum, Móga János szobra, maga az obeliszk, az aradi emlékpontok és egy huszárszobor jeleníti meg ezt az időszakot. Megjelenik itt a sorkatonaság története. 1868. december 5-én írja alá az uralkodó a véderő törvényeket, amelyek minden egészséges, úgymond vétképes fiatalember számára kötelezővé teszik a katonai szolgálatot, és tart ez 2004. november 3-áig.
és akik ide ellátogatnak hozzánk, szülők, nagyszülők, ők még voltak katonák. Nekik megdobban valami a régi emlékek okán, és azt elmondják, elmesélik a kisebbeknek. Vagy ha vannak itt gyerekek, iskolás csoportok, ők majd otthon elmesélik, hogy láttok olyan súranót, amit benn még esetleg a nagypapa sorkatonáskodott. A következő időszakunk az a 20. század nagy háborújhoz kötődik, egy első világháborús Doberdobhensikról származó baraknak a hűmását korabeli módon berendezve tudjuk bemutatni, és tudjuk érzékeltetni a II. Világháború lövészárok harcait a Margit-Vénebi vonal egy eredeti szakaszának feltárt változatával. És a negyedik nagy terület az a napjaink hadserege, benne elsődlegesen a katonai békefenntartás, abban is a magyar katonák részvétele, ami egy külön szellemi egységet alkot a Katonai Emlékparkon belül. És ezek még csak a tárgyi megjelenítések, ezek azok a területek, ahol megjelennek a történelmény, de ehhez kapcsolódik például egy csomó rendezvény. Ilyen az őszi Honvéd Fesztivál, amikor tényleg 1848-ra koncentrálunk, de ennek okán azért azt követő évszázadok is megjelenhetnek. Ide tartozik az emlékparki nyár, amikor a kultúra eszközeihez nyúlunk. Képzőművészeti kiállítások, katonazenekari koncertek, előadóestek erősítik a honvédelem iránti érdeklődést és annak az ismertségét. De ide tartozik még rengeteg gyerekrendezvényünk. A hazafiság iskolája, az aprót képző, a hadaprót képző, az iskolák csatája, ez mind-mind olyan kezdeményezés, amely de iskoláknak, iskolai közösségeknek szól. Tehát egyrészt van egy felületünk, meg van azt töltve kiállítóterekkel, 900 négyzetméternyi zárt kiállítóterünk van, és van egy csomó kapcsolódó esemény, és ezek együtt adják azt az érzést, hogy a magyar hadtörténelem megérdemli, hogy méltó helyen, méltó módon jelenhessen meg. Milyenek a visszajelzések egyébként? Gondolok itt főként a gyerekekre, tehát az ő részükről. Visszajelzéseket több szinten lehet kapni. A legelső és legmagabiztosabb, akkor válik egy foglalkozásvezető, egy előadó, egy foglalkozásvezető, amikor a gyerek, akinek tartja a programot, előadást, kézműves foglalkozást, játszóházat, hogy ő mosolyog. Hát az legelső és legbiztosabb visszajelzés a gyerektől érkezik, a résztvevőtől. Velük együtt megjelenik a pedagógus arcán valami. És általában mondhatom azt, hogy az jelenik meg, hogy lám-lám milyen jó helyre hozta a gyereket, és örül, hogy elhozta. És már tudja, hogy 4 év múlva, amikor ugyanekkor a osztálya lesz, megint el fogja őket idehozni. Később megjelenik ez az iskoligazgatóktól, tantestületektől érkező válaszlevelekben, amikor ők megírják azt, hogy milyen jó volt, és utána ők még foglalkoznak az iskolában az itt tapasztaltakkal, ezek mind-mind pozitív. És van még egy nagyon pozitív visszajelzésünk, az pedig az, hogy az a csoport, aki járt nálunk egyszer, visszajön többször. És azt hiszem, hogy ennél több visszajelzés nem szükséges. Akkor ezek szerint a gyerekek fogékonyak a hadtörténetre? Mi úgy veszük észre, hogy igen. Ehhez kell természetesen kell egy ilyen millió, kellenek ilyen programok, kell ilyen odafigyelés, de az eredmény az adott, hiszen azok a gyerekek úgy mennek el innen tőlünk, hogy más rendezvényeinken viszont találkozunk velük, résztvevői válnak a más helyszíneken tartott előadásainknak, rajzpályázatainknak, programjainknak, és jó viszont látni azokat a gyerekeket, akiket kicsit itt fertőzünk meg pályázatban. Már az első napon sok család látogatott ki a rendezvényre. Lévén őszi szünet, le kell kötni a gyerekeket, és itt lehet mozogni, sokat kirándulni, és ezt szereti a mi unokánk. Úgyhogy ezért jöttünk el. Tervezik egyébként, hogy még a héten kilátogatnak? Elképzelhető. Itt nagyon jó. Még lehet túrázni, arborétumba menni, úgyhogy lemenni a Velencei tóhoz, úgyhogy így lekötjük ezzel a unokánkat. Mennyire ismerősek itt a környéken? Szoktak-e ide járni esetleg máskor? Igen, elég gyakran. Úgyhogy az előző a nagyobbik unokáimmal is bejártuk ezt a környéket sokszor. Mi is gyakran kirándulunk erre. Mi a véleménye az emlékparkról? Nagyon szép, kultúrált, úgyhogy érdemes ide jönni. Fontosnak tartja egyébként, hogy az unokája, tehát hogy itt a természeti értékekkel a környéken megismerkedjen, tehát azon túl a honvédség történetét megismerje. Hát ő ahhoz még elég kicsi, de majd, mert még nem, még óvodás, majd jövőre iskolába megy talán. Könnyebb lesz neki megismerni
honvédséget. Igaz, eléggé szereti ezeket, aminek én nem nagyon örülök, de azért... Az aprót képző egészen vasárnapig várja a lurkókat. Minden nap délelőtt 10 és délután 4 óra között lesznek foglalkozások. És itt Fehérváron sem maradnak elfoglaltság nélkül a gyerkőcök az őszi szünet ideje alatt. Nagy szerencsénk van ezzel az ősszel ideig, és reméljük, hogy így marad a szünet idejére is. Biztos, hogy érdemes lesz sok időt tölteni a szabadban. Erre Fehérváron két remek hely is adott, hiszen a Koronás Parkban a kicsik játszhatnak naphosszat, a Sóstó természetvédelmi területen pedig csodás kirándulásokat lehet tenni. Itt van az óriáskerék még mindig, szerintem az őszi szünetben biztos, hogy nagyon sokan fogják kipróbálni. Akik még nem jártak ott, azok is, de szerintem visszatérő vendégek is biztos lesznek. Nálunk pedig a Turinform irodában az őszi szünetben, most már elmondhatom biztosan, itt lesz ismét Alba, a gyerekek, családok kedvence, akivel most nem csak játszani fogunk, hanem ténylegesen a Turinform iroda munkatársaként a kérdőívezést is fog végezni, úgyhogy inkább azt mondom, hogy aki válaszol a kérdésekre, egy kis jutalomjátékban is részt vehet aztán Albával. Egyébként szintén Turinform iroda ajánlásával tudom javasolni a kapitány titkai szabadulószobánkat, ami remek családi kikapcsolódás, minden időjárási körülményben nagyon jó program, és hát most már harmadszor készülünk Halloween túrával is. Nagyon-nagyon nagy siker zajlottak ezek az elmúlt években, és hát mindig kicsit fejlesztünk a tapasztalatok nyomán, úgyhogy idén 30-án lesz ez a Halloween túra, és most ketté bontottuk, lesz egy kicsit könnyedebb, kevésbé rémisztő rész ez 5 órakor délután a gyerekeknek, kisgyerekes családoknak, és aztán este 7:30-kor pedig az igazán rémisztő Halloween túra kint a belvárosban, illetve a Hímerház rejtett zugaiban várjuk a jelentkezőket erre a programra. Kedves nézőink, ez volt már az Esti Mérleg. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!